Ezen a héten bemutatjuk a Renault Koleost, a Nissan X-Trail testvérmodelljét, amiért most eljöttünk a Szlovákia ringre, annak is az offroad pályájára, mert valami okból kifolyólag a Renault kifejezetten az új Koleost offroad oldalát szeretné megmutatni. A Szlovákia ring mellett offroad pályára hozott el minket a Renault. Meg kell, hogy legyen az értelme, ugyanis amit eddig aszfalton vezetés közben éreztem, arról majd később fogok beszélni, és bizony nem túl jókat. Viszont a kollégák már elmondták, hogy elképesztő, hogy ezen az igazi offroad pályán mire képes az autó. Mellettem ugyanis egy instruktor, aki mutatja, hogy mit, merre és hogyan csinálja. És ez egy igazi, kemény offroad pálya, és elmondanám azért, hogy egy 19 colos nyári gumival szerelt felnyi van az autón. És amint hallani, nyekkenés nélkül, a legkisebb rezgés, gond nélkül vettünk eddig minden akadályt, ugye azt a kettőt, amin eddig túl vagyunk, de most jön egy első ránézésre 45 fokos fal, lehet, hogy ez más, de borzasztóan meredeknek tűnik, szűknek és homokból készültnek. Annyira, hogy még biciklivel sem mernék feljönni. Viszont adok egy padlógázt, és... Haha! Szihetetlen. És még egyszer mondom, nyári gumi, 19 szolos alumínium felnin. Tehát ez tényleg egy komoly teljesítmény. Most megint elhallgatok, mert hogy éppen lefelé menjünk. Ez brutális! Komolyan sípályán láttam én utoljára. Se megcsúszás, se egyéb. Most értelmet kezdett kapni a döglött hal kormány, a botrányosan minden visszajelzés nélkül működő futómű, sőt kezdem megszeretni azt a CVT váltót, amit szívem szerint beolvasztatnék. Hopp, 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 ugye? Most sem volt feltétlen olyan, aki kezem alá dolgozik. Viszont a futómű az terepen zseniális. Egyetlen nyekkenés nincs. Az összes zaj, amit lehet hallani, az a mögöttem ülő stártagoktól jön. Kérem szépen, a Renault Koleost már-már terepjáró, már sajnos most nem tudjuk megcsinálni az igazi tesztet, a hírhet borsodi terepjáró tesztet, ami úgy néz ki, hogy kiviszik a szántásba az autót, ráakasztanak egy boronát, és a húzza a terepjáró, ha nem, nem. A Renault Koleost a D-szegmensbe pozícionálja az Espace-szal és a Talizmánnal együtt. Tehát kvázi ez a három modell a Renault jelenleg kapható csúcs modelljeinek a palettája. Ennek megfelelően a Koleost belseje gyakorlatilag a Talizmánéval egyezik. A felhasznált anyagok nagyon szépek, minőséginek tűnnek, ami a kinézetét illeti, mindenkinek az ízlésére bízom. Nem szoktam én ezekbe annyira belemenni, hogy mennyire szép vagy mennyire modern. Kellemes, jó érzés benne ülni. Az ergonómiáját illetően nekem túlságosan franciás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gombok, illetve a funkciók elhelyezése az nem annyira logikus, mint amennyire a német Volkswagen csoport vagy egyéb más gyártóknál megszokhattuk. A menürendszer számomra bonyolult, nem magától érthetően találok meg dolgokat, illetve nekem az AirLink rendszer sem a kedvencem. Ez egyébként egy nagyon fejlett rendszer a maga nemében, teljes Európa térkép van hozzá rögtön azonnal már vásárláskor, képes a telefontükrözésre, akár iPhone, akár Android rendszerek kezelésére is. Sajtótájékoztatón elmondták nekünk, hogy a Koleost egyelőre Európában csak kétféle dízelmotorra lehet majd kapni. Az egyik, az egyébként nagyon kellemes 130 lóerős 1.6-os dízel, ezt kizárólag két kerékhajtással lehet választani, és kézi váltóval, amit nagyon szívből ajánlok. 175 lóerős 2000 köbcentis dízel a másik választási lehetőség, ami egy kiforrott, elég régóta ismert motor már tudják ugye az Euro 6C normát, és egy igen kellemes jelenség lenne.
lenne, ha nem lenne ez a nyomorúságos autóipar szégyene CVT váltó, amit ezennel is követelek, hogy olvasszunk be mind, amit teljesen alkalmatlan arra, hogy gépjárművet meghajtson. Ez a váltó ugyanis abszolút elnyeli minden energiáját a motornak. Ezt mindjárt illusztrálni is fogom. Következő pillanatban rá fogok lépni a gázra, padlógázt nyomok. Most! Eltelt egy másodperc, és 88-ról 87 km/h-ra tudtunk gyorsítani. Illetve most egy hosszabb gyorsítási ciklusba fogunk kezdeni már is. Már 82-ről el is értük a 100 km/h-t. Tragikus. Nem lehet az autóval előzni, szerintem legalábbis biztonságosan. Semmiképp sem lehet 175 lóerős motorként kezelni ezt az egész összeállítást. Az új Koleosz csak nevében egyezik meg az előd modellel. Valójában műszakilag egy teljesen új modellt kaptunk. Minden tekintetben, mind műszakilag, mind formavilágában, mind nagyságában ez egy teljesen új autó. Első ránézésre számomra a Kadjar, amihez hasonlítani tudnám, azzal a különbséggel, hogy itt már ugyan megjelennek a Renault legújabb arculati elemei, mint a C-formájú LED fényszóró, illetve mindenképp el kell mondanom, hogy széria felszereltség már rögtön a második felszereltségi szintől az intelligens LED fényszóró, amit én mindig nagyon szeretek. Ettől eltekintve valójában ez egy Nissan X-Trail. Ugye a Renault-Nissan Alliance nem hagyhatta ki azt az ígyszert, hogy legyártanak egy műszaki alapra egyfajta autót, és azt egy másik emblémával ne forgalmazzák. Természetesen a márkára jellemző formai elemek, akár kívül, akár belül, minden autóra külön-külön jellemzőek, tehát azért egy más belteret kapunk a Renault-nál, mint a Nissan-nál. Az Initial Pi felszereltség, a legmagasabb felszereltségi szint, ezt onnan is ismerhetjük meg, hogy részét képezi egy párizsi Eiffel-tornyot imitáló alufelni, ami egy oly fokú elhivatottságról és kreativitásról tanúskodik az én szememben, aminek a felét a váltóra irányították volna, akkor ez egy sokkal-sokkal jobb autó lehetne. Koleoszt a Kadjartól elsősorban a mérete különbözteti meg. 2,7 méter a tengelytáv, ami egy óriási belteret feltételez, és ez így is van. És beülök saját magam mögé, hatalmas, teljes arasznyi hely van a térdem és az első ülés között. A fejtér az már nem annyira a királyi, de még az én 180 centimmel is megmarad egy ilyen 5-6 újnyi. Hát azért 190 centi felett ez már egy kicsit szűkösebb, viszont bőven van előttünk tér. A csomagtartó alaphelyzetben 590, majdnem 600 literes, az abba a tetőig pakolva viszont már több mint 800. Aránylag magasan van, így egy comb középnél, viszont szinte egy tökéletes dobozforma, úgyhogy valószínűleg egész jól pakolható. Ahogy az üléseket ledöntjük, méghozzá ezzel a helyes kis gombbal, úgy már majdnem 2 köbméteres rakteret kapunk. Úgyhogy ez egy jól pakolható, óriási belterű autó, ugye nem véletlen ez már a D-szegmens jeles képviselője. Ami az árazást illeti, 1.6-os dízel motorral, ami szerintem a jobbik, kézi váltóval 7.990.000 forinton hazavihető. Igaz, ennek még nem része a LED fényszóró és az imént bemutatott hátulról dönthető hátsó üléssor. Ezek már mind megkaphatóak a második felszereltségi szintől, tehát csak pár százezer forinttal drágábban. És a kínálat teteje pedig ez a lista áron 11,6 millió forint kedvezményekkel együtt 11 millió forint alá is benéző Initial Pi felszereltség, aminek a része az Eiffel-tornyot mintázó felni, az automataváltó és a 175 lóerős 2000 köbcentis dízelmotor. Én csak egyetlen dolgot tudok önöknek javasolni, használják ki, hogy a Renault a talizmánt pontosan ugyanilyen áron értékesíti, és próbálják ki azt is, mielőtt döntenének.